Hát akkor szép jó napot kívánok mindenkinek, sziasztok! Elérkezett Hessler Papa Cillövöldének második része. Ugye ígértem az első részben, hogy lesz még több is ebből az epizódokból, és az első részben bemutatásra került egy Walter Nighthawk légpisztoly set, amit elsőként vásároltam meg első légfegyveremként. A második légfegyver, amit megvásároltam, az pedig ugyanettől a gyártótól, az Umarex-től, a német Umarex gyártó cégtől. Ez egy Hammer Lee 850 R Magnum típusú puska, és ebből az R Magnum típusú puskának is többféle, konkrétan háromféle módosítása volt, amikor én ezt vettem. Már kijött az M2-es széria belőle, ez még az első szériás. Volt az alappuska, amikor kaptál egy alappuskát, volt az a fajta szett, amikor arra helyezték a hangsúlyt a gyártó, hogy ez a cserélhető tokit, amit majd meg fogunk mutatni, hogy miért cserélhető, ez legyen benne kettő, és volt hozzá egy adapter, mégpedig egy ilyen adapter volt hozzá, egy ilyen Walter adapter volt hozzá, aminek az a célja, hogy a puskát üzemeltető 85 grammos CO kapszulát ez kiváltsa két darab 12 grammos kapszulával, erről még beszélni fogunk, és ez a fajta szett, a harmadik fajta szett, amit én kiválasztottam magamnak, ez igazából ez egy XT szett, ami annyiból másabb, mint a sima puska szett, hogy van neki egy bipodja, amit föl lehet rögzíteni taktikai szerelékekkel, még pluszban, és igazából ettől egy ilyen kicsit ez a gyerekkori sniperré vagy mesterlövész puska kinézetűvé válik a puska az ember kezében. Ez az egyik része, hogy megvettem ezt, a másik része azért vettem mindenképpen bipodost, mert én nekem volt egy súlyos motorbalesetem, és a bal vállam gyengébb, nehezen képes tartani a kezemet sokáig, és nekem mindenféleképpen támaszból kell majd lőjek, és nem bírom megtartani a puskát, sem állóban nem bírom megtartani a puskát, vagy ülőből, vagy fekvőből tudok tüzelni, és akkor is nehézséget okozna a puska megtartása, éppen ezért, ha egy bipodra van rögzítve, akkor nekem ez könnyebbséget okoz, és így valószínű talán tudok majd olyan normálisokat lőni. Na, így vezetésképpen ennyi az egészről. Amint látjátok, az asztalon több minden van, gyorsan elmondom a dolgokat, és akkor hathatunk is tovább. Ugye maga itt a puskaszett, ezt ki fogjuk majd bontani, benne vannak a puskák a dolgai. Alapban a puskáról ugye 88 g-os CO patronnal üzemel, 8-as tár van benne, mint a pisztolyban is volt, ez egy 8-as forgótáras. Úgynevezett fiber optic irányzéka van neki, ez annyit jelent, hogy a feléd lévő irányzéknál van két darab zöld színű üvegszál, a végénél pedig a puska végénél, tehát itt van két zöld irányzékszál, itt egy piros, és a kettőt úgy kell beilleszteni, hogy a piros, a zöld, ha bent van, akkor vagy célon. Ugye van az, hogy ez az irányzék ez állítható, tehát távolságnak megfelelően állítható, hogy milyenre tud be, ezt tudod itt ezen a sínen állítani, föl lenne majd megkutatom a puskában is. Safety a puska, tehát ugye az, hogy biztosítható a puska, minden egyes tárcserekkor önmagát lebiztosítja, és neked kell újból tűzkészre helyezni a puskát. És a maga az anyaga az egy szintetikus anyagú, nem fa az anyaga a puskának, és van egy úgynevezett beépített, hát sok abszorber, ugye ez ilyen lengéscsillapító, egy lökéscsillapító, hogy amikor ezt a minimális lökésenergiát, amit a légpuska képes gerjeszteni, ezt visszafogja. Úgyhogy ennyi a röviden a puskáról. Ami még hozzátartozik, ugye van hozzá ugyanez a lőképjavító, vagy általuk igazából hangtompító kevezett valami, az újakon, az M2-es szérián ez nem lukacsos, hanem teli. Tehát szerintem az újabb szérián igazából tényleg is hangtompító lesz ez. Ha ez kiderül, akkor hát, hogy utólagosan vagy beszerzésre kerül, vagy nem, ezt nem tudom még, de ez egy lőképjavító, én úgy gondolom, valamennyit csökkent a hangerőn, de lőképjavító szerintem. Ami még rendelkezik a puska, az egy nagyon viszonylagosan jó minőségű Walter távcső. Ez egy 6x42-es Walter távcső, fix
Tehát fix nagyítás, ugye 6x6-os a nagyítása, 42-es neki a lencse mérete, ez viszonylagosan elég sok fényt enged be. Ugye van egy úgynevezett front parallax állítása a távcsőnek, ami igazából az arra szolgál, hogy be tud lőni a célkereszt és a céltárgy együttes fókuszát, és mindkettőt élesen lásd, és úgy tud lőni, úgy tud célozni a puskával. Amik még lettek itt véve, akkor nézzük meg gyorsan a dolgokat. Ugye van itt egy adapter, egy CO gun adapter, ezt most ki is mondtam. Ugye 88 g-os patront pótolja le, ez így fog ki, így néz ki a valóságban. Itt vannak benne, jár hozzá egyébként 8 darab 12 g-os Umarex patron, és ugye maga itt az adapter, mindjárt ki sikerül kivennem, akkor meg is mutatom nektek. Minden jól a kérdésre kiveszem, jó arrítkozik. Tehát itt van a maga az adapter. Ez úgy néz ki, hogy ugye ezt kell a puskába betekerni, itt a végén ezt meg kell nyitni. Ugye a patront azt ugye fogod, az egyiket azt így teszed bele, a másikat azt kifelé teszed bele, így, és akkor utána ezt a dolgot itt a végén, ezt ki kell tekerned, ezt. Most nem fogom összerakni, csak megmutatom, hogy ezt így kell csinálni. Aztán utána beletekered ezt a helyére, és ezzel, hogy ezt a kis feketét tekered, ezzel fogod elsütni a patronokat benne, nyomás alá kerül majd a patron, és akkor nyomás alá kerül a patron, mintha egy nyomás alatt lévő 88 g-os patron lenne, az adaptert akkor becsavarod a fegyverbe, és akkor helyen lesz a dolog. Közben kiveszem a patronokat, és visszarakom, mert nem fogjuk nyomás alá helyezni most még egyelőre a dolgot, és vissza is tesszük az adaptert a helyére, a dobozba, csak be kell tekerni a végét, mert anélkül nem fogja engedni. Így nagyon van, jó, oké, bezárjuk. Ezt tegyük is félre, de a hátunk mögé, erre már nem lesz egyelőre szükség. Vásároltam hozzá kettő fajta lövedéket. Igazából azért van kétfajta lövedék, én úgy gondoltam, hogy lesz egy olyan fajta napom, amikor lövöldözök, amikor célra szeretnék lövöldözni, és lehetőleg pontosan. Ez az Exact, a JSB gyártmánya, az egy cseh gyártmányú lövedék, félgömbölyű fejű, és igazából viszonylagosan átlagos súlyú, tehát 0,510 a gram jön neki, és 4,5-es kaliberű, most 4,52-es, mert annyira puha a lövedék, hogy erre szüksége van ahhoz, hogy jól tapadjon, hogy jól menjen ki a fegyverből. Ez igazából céllövő töltének vásároltam, mert ugye látjátok, hogy itt van 0,452 a tényleges mérete neki, és ezt céllövészetre vásároltam, céltáblára. A hegyes fejűvel pedig az ember ugye szeretné, ha ilyen tárgyak lövöldözni, szeretnék ilyen sörös üvegre lövöldözni, meg petpalackra, meg ilyesmi, csak poénból. Ahhoz azt a hegyes fejű Umarex Kobrát vásároltam, meg ezt is dicsérik. Ez kicsit nehezebb, ez 0,56-os egyébként, és egyébként meg méretre ez a lövedék, azt hiszem, hogy ez szimplán csak 0,5-ös, mert ez keményebb fajta. Ez egy német gyártmányú lövedék, a saját lövedéke a gyárnak, úgyhogy nagyon valószínű, ez is jó lesz mind a kettő. Érződik is, mikor megemelem, ez egy könnyebb lövedék, ez egy nehezebb lövedék. Érződik a dobozon, mind a kettőn 500 darab van. Na, rakjuk félre ezeket is. Amit még megvásároltam a puskához, az itt van előttünk, ez egy Remington puskatok. Mindig rakhatná az ember vissza a dobozába a puskát, de igazából nem látom értelmét a puskát visszapakolgatni a dobozába, hanem tokba kell tartani a puskát, megérdemli a puska, hogy tokba legyen. Bármikor, bárhová menned kell a tokba belebírod tenni, vagy csak fogod a tokot és akkor viszed magaddal. Ezt ugye elzárod egy szekrénybe, ahol nem férnek hozzá is, innentől kezdve biztonságosan tárolva van. Nagyon-nagyon jó az anyaga neki, ilyen bőrös, antiszatikus anyaggal van csinálva. Ugye van neki egy-két fogója, és van neki egy állítható ilyen válpánt, vagy hátipánt, ezt tudod csinálni. Gyorsan kinyitom nektek, elég nagy rajta a cipzár, tehát igazából nem akarsz gondot kihúzni a tokot. Így. És akkor ki is nyitom, így néz ki belülről.
Amint láthatjátok, az az érdekes benne, hogy ugye itt ez így kibővül. Direkt azért vettem meg, mert egyrészt a puskám hosszú, tehát hosszú puska is elférjen bele, ez nagyon-nagyon jó puha is védeni fogja, és a távcsőnek itt, ez a kiemelt hely, ez meg kell leszerelni a távcsőt. Távcső együtt tud hurcolni a puskát, és ide bele fog férni elvileg, legalábbis remélem be fog férni, még nem próbáltam bele, de ez direkt a távcső véget van itt kiemelve, tehát hogyha megnézzük magát a tokot, akkor láthatjátok, hogy ez a része, ez így fölemelkedik, ez pont itt a puskának a távcsőve. Itt van a puska távcső, és ez van mellett egy kis, ugye még egy kis zsebet találunk, hogy ide vele tenni a lőszert, a lövedéket pontosabban, még mindig légpuskáról beszélünk, tehát a lövedéket be lehet tenni esetleg egy tisztítókendőt, be lehet tenni mellé még egy olajzót, egy szilikonolajzót, ezt a pelgunolajt, tehát és akkor elfér minden együtt, el tud vinni magaddal is, rendben vagy a puskával. Na, ez is mehet a hátunk mögé, és akkor térjünk vissza a puskához. Most egy kis segítséget fogok szerintem kapni, mert le fogom húzni a puskáról a papírt. Ezt ide hátra fogom adni a kis segítőmnek, páromnak, de szerintem én alapból fogom és ki fogom tolni belőle a belsejét. Így, de azért lássátok ti is, hogy mi újság van. Igyekszek majd nem bénázni túl sokat. Így van. Ezt a hátam mögé eladom, így. Ilyet fog látni az, aki lehúzza ezt a papírt. És ugye én már fölvágtam, ezt egyszer már megnéztem a puskát. Ti is azt fogjátok látni, amit én láttam, amikor legelőször megnéztem. Ugye itt van ez a dolog, és igyekszek el is húzni majd róla azt a hangolatát a ragasztójával, mert akkor is tudom mutatni a puskát, majd azt, hogy kivettem a dolgot. Hát itt van a puska maga. Benne a dobozában, így kapjátok meg ezt a XT szettet. Ugye a gyár gondos, mert pakol hozzá még egy Umarex Moszkító 500-as lapos fejű lövedéket. Szuper! Így már most két doboz töltényünk van a pisztolyunkhoz. Úgyhogy, és amint látjátok, ugye ez pisztoly lövedék igazából, mert 0,48-as. Hát ugye azt tudnunk kell, hogy a puska erejéhez mérten kell választjuk a lövedéket. Tehát, hogyha megnézzük, így visszaveszem ide a lövedékeket, ide, tehát ezt így lehetne besorolni sorban, hogy ugye 0,48-as, 0,51-es és 0,56-os. Tehát minél nehezebb, annál inkább fogsz vele jól tudni célra lőni, viszont ha nincs meg a puskádban az kellő energia hozzá, akkor nem fogja elég messzire lőni, vagy nem fogja elég energiával lőni, és ugye akkor a röppály az a végén leesik, és nem fogod eltalálni a célt. Hát azért kell egy pisztolyhoz általában olyan lövedéket venni, ami kicsit könnyebb, egy puska az kicsit nehezebbet is lehet venni, de ez még kipróbálás dolga, tehát lehet, hogy nem is ezek lesznek a lövedékek véglegesen a puskámnál, hanem lehet, hogy majd teljesen másokat kell használnom, mert lehet, hogy ezekkel nem fog igazából jó képet adni a puska, de ebben a ISB-ben nagyon bízok, ezt nagyon-nagyon dicsérték, ezt nem tudom, hogy ez milyen. Őt próbáltuk, ő meg már jó a pisztolyban, tehát majd arról is lesz később videó, hogy a pisztolyra is lövünk majd egyszer, srácok, lányok. Na, amik vannak a dobozban, ugye itt van benne egy ilyen szilikon akármi, ugye hogy a nylonon belül mégis ne szívjon magában még több ezünkséget, ez egy okos dolog egyébként szerintem. Régebben mindig játszottunk a cipős dobozban, olyan picike ebből. És akkor, amit mondtam nektek, ugye van hozzá egy bipod, vagy bipod, ki hogy akarja, úgy nevezi. Hát inkább bipod azt szerintem, mint bipod. Ugye ezt kell majd a puskára felszerelni az elejére. Ugye ez úgy működik, hogy felkezd a puska elejére, kinyitod a lábait, és akár utána, hogy amikor kint van, akkor ezeken a dolgokon, ugye van itt egy állítója neki, amin tudsz esetleg emelni is, és akkor kijebb kerül, tehát akár ide is ebbe az állásba, és akkor megfelelőképpen magasabbról tudsz lőni, ahogy neked kényelmesebb, bebírod állítani a magasságát a puskának, ami nyugszik majd a puska, mert itt van még egy ilyen lehetőség, sőt szerintem lesz még egy, igen, 2, 3, mennyit tud, 4-et, 5-öt, Ez a maximális magassága neki. Azért szerintem ez egy fegyvernél elég magas, mikor már ilyenem van rajta, tehát igazából bárki is mögé fekszik, ez teljesen jó. Ugye
toljuk vissza a lábakat a helyére. Meglehetősen könnyen és jó mozog. Ugye helyén van. Jó. Ugye itt van két taktikai szerelék, amire bármit is föltehetnél, akár egy taktikai fegyverlámpát, vagy egy szimpla fegyverlámpát, amit működtetsz, akár egy lézerirányzékot, amit ennek a használatát nem nagyon szokták javasolni. És ugye van még itt rajta egy ilyen csavar, és van itt rajta egy ilyen, hát ezt nem tudom, majd szerintem az igazából ilyen, hát nem tudom. Kiderül a használat során, mire gondoltak a gyár. De szerintem ja, ez csak annyi, hogy ide van a lába téve, és mellé. Hát valószínű az, hogy a lába ide van téve, de szerintem ez valami másra is szolgál még, majd kiderül. Na jó. Vegyük ki a puskát a tartóból. Ja, amit még, bocsánat, mielőtt el nem felejtem a dolgot. Ugye... jár hozzá, itt van egy tartaléktár, ezt szerintem ide rakjuk az asztalon, jár hozzá két kis imbuszkulcs, az egyik már kint van, ezért szerintem majd ezt visszarakjuk a helyére, mert ezt kivettem és nem tettem vissza. Na jó, egyelőre ide lerakjuk ezt. Nincs felszerelve a puskára, ugye itt van rajta a lőképjavító, vagy ők hangtompítónak hívják. Ugye van egy ugyanaz, mint a pisztolyé. Teljesen ugyanaz. És hát mint egy gondos gyártó a puskáim elé ad még lőlapot is. Azt hiszem, hogy 10 darab lőlap van, mert számolak tudom mondani, azt mondja, hogy ez 166-931 az eleje, és 944 van, ez pontosan 10 darab lőlap. 14x14-es puska lőlap. Jó. Kivesztük a puskát a tokból. Kicsit ide félreteszem, és félreadom ezt a dolgot, álltam mögé. Kihúzzuk a nejlonjából, gyorsan. Ugye mindenképpen ehhez is jár egy ilyen. A polgár kézifegyver és lőszervizsgáló Kft.-nek a tanúsítványa, hogy a puska 7,5 zsú alatti, megint rajta van, hogy 4,5 mm-es, a típus, a puskának a sorozott száma rajta van, és rajta van, hogy német, Umarex gyártmányú, Hammerli, Air Magnum, és ezt 2020 első hóban csinálták meg ezt a szabad, tehát ez eléggé nem olyan rég van az országban, és 2030-ig jó lesz, tehát ez nekem sokáig jó lesz. Ezt én ide is teszem, jó? Na, amint tehát itt a puska előttünk, ugye a végén van egy ilyen jópofa akármi, ezt igazából ugye fogod a végéről, mint a pisztolynál is volt egy lecsavarható valami, ezt le lehet venni a végéről neki egy ilyen lecsavarós puska véget, így, és akkor ezt akár emlékbe elrakod magadnak, Umarex Made in Germany, és kiírja, hogy használt előtt távolítsd ezt el. És akkor dönthetsz, hogy vissza fogod tekerni a puskára ezt a véget, így, és így használod. Mert éppen használod úgy is a puska. Így sem néz ki rosszul egyébként. Vagy leveszed és akkor a célzás a képjavítóval lősz vele. Na most ugye, amint láthatjátok, annyiban másabb ez az XT-szet, hogy van rá egy ilyen sín csavarozva, és akkor ugye itt van az, hogy erre a sínre föl lehetne, most nem fogom megcsinálni, föl lehetne rögzíteni rá ezt a dolgot, ezt a bipodot. Ezt igazából úgy tud fölrögzíteni, szerintem, hogy ezt le kell mindenképpen venned innen ezt a valamit, mert szerintem anélkül nem engedi, de lehet, hogy engedi anélkül is. Mindjárt meglátjuk. Azt mondja, hogy beletehet itt, bele. Hát, szerintem le kell venni hozzá, és ugye megfelelő helyre föl kell rögzíteni, de ugye ide kerülne ez föl ez a taktikai szerelék, de szerintem inkább úgy van az, hogy azt is ki kell tapasztaljam még pontosabban, hogy lesz ez jobb,
De szerintem ez úgy jó, hogyha ez hát nem előrefele kellene kelni, mert azért is mutat így az egész mindensége. Tehát szerintem ezt valószínű ide a hátsó részre kell szerelni, így, és akkor így lesz jó, mert hát így ez nagyon elő van, szerintem ez itt lenne jó helyen, én úgy gondolom. De majd ez lesz szerintem, akkor most így eldőlt, hogy lesz még egy videó a puskával kapcsolatosan szerintem, amikor összeszerelve fogjátok látni a puskát, és akkor abban az látszódik majd. Na, ugye amit merről beszéltünk, ugye itt van az, hogy ahová kell tenni a patront, igyekszem majd úgy szétszedni, hogy ne repüljön mindenfelé, és természetesen meg kell nyomni, és akkor lejön a hang. Tehát ezt mondtam, hogy itt ezt le lehet szerelni, így. És ugye a patron az ide megy bele. Hát most jó kérdés, hogy ezt hogy tudom megmutatni, ezt ennél sehogy szerintem. Nagyjából bele lehet nézni, talán így, ha belát a kamera, akkor látni fogjátok a helyét, oda fog belemenni. De igazából én nem vettem 88 g-os patron, hát igazából azt kell, hogy mondjam, hogy ez a Walter adapter, ezt amivel a puska üzemelni fog, most kiveszem a helyéről ismét, mivel járaktam, milyen jól járaktam, nem most kivetem újból, de nem baj. Tehát ezt ide be kell tenned a helyére. Kicsit nem fogjátok látni, de majd megmutatom, hogy néz ki az egész a végén, mert nem akarom elrontani a menetet, hogy a kamera előtt csinálom. Tehát ezt így kell elképzelni, jó? Ez itt van benne így. Ez így van benne, és akkor ezt be kell tekerni a végébe, és itt fog, így, ezzel fogsz tudni így lőni a két patronnal. Most ugye visszatekerem a helyéről, mert aztán meg lehet csinálni. Ugye itt van az adapter. És amikor ugye betöltötted az adaptert, akkor fogod, ezt szépen a helyre teszed, és bepattintod eléggé. Nagyon jó fogása van a puskának egyébként. Tényleg a műves munka látszik, hogy a német műves munka. A következő rész, amit ugye mondtunk, ugye a fiber irányzékok, ugye itt van a piros, és itt a két zöld, és akkor itt lehet látni, hogy ennek a két zöldnek, ugye itt van egy ilyen kis rés, a pirosnak oda kell beilleni közé, és akkor fogsz pontosan lőni, de hogy itt alapvetően a később távsúlyra szeretnék lőni, és hogyha lehet látni, itt van egy ilyen skála, ezt az irányzékot lehetne állítani, hogy fölfelé vagy lefelé, hogy hova lősz. Igazából ez, mint a puskánál, amikor a célkereszten a mildotokat számolod, hogy följebb vagy lejjebb állítod, annak megfelelően milyen távolságra lősz, mondjuk, hogy be van lőve a puskát mondjuk 25 méterre, és 40 méterre akarsz lőni, akkor mondjuk tudod, hogy a te puskádon az mondjuk azt jelenti, hogy 2 mildottal fölfelé kell tartani, ha meg 10 méterre, akkor meg 2 mildottal lefelé kell tartani a puskát, ezt a céltávcsőben lévő mildotok segítségével számolja ki az ember. Ez részben számítás, részben tapasztalati út egy puska esetében, hogy mégis hogyan vagy miként állítod ezt be. Na, akkor visszateszem a puskát, hogy lássátok a dolgokat. Ugye az a lényege neki, hogy a tárat azt úgy veszük ki belőle, ugye le van biztosító puska, itt ennek ez a biztosítója, itt hátul, és ezzel lenne kibiztosító puska. Most nézzétek meg, hogyha én ezt a závárt ezt elhúzom, így, akkor ezt ki kell nekem engedni hozzá, először is szerintem, azt hiszem, biztos, nem, hogy hátrahúzom, így hátrahúzom, már ez ki is jött. Tehát tegyük vissza a dolgot, így. Tehát ez most ki volt biztosítva, így, ugye tűzkész a fegyver, mint ahogy láttuk a múltkor, és itt a piros pont, és hogyha kihúzom ezt a kart, akkor automatikusan lebiztosítja a fegyvert, nem tud elsülni a fegyvert. Ez egy nagyon okos gondolat szerintem a gyártóktól, és ugye itt van az, hogy ezt még hátrahúzod, ugye ez a tár rögzítőd, és akkor most tud kivenni a tárat belőle. Ugye, mert itt van itt a tár rögzítő, lehet is látni, hogy amit én kis kart húzogatok, ez itt ezt mozgatja. Tehát így van benne a tár. Beteszed a tárat innen, így. Beteszed a tár rögzítőt, visszatolod, ezt így visszatolod a helyére, és akkor fogod, és mint egy régi kar 98-as puskánál így csinálod, és akkor ezt megnyomod, és utána tudsz lőni. El is sült a puska. Ugye fölhúztuk, és ami nagyon fontos dolog még, ugye
lehet az első többi iránytű érzékenységet állítani, azt innen tudod állítani, itt van bent egy kis csavar, és akkor de egyébként most, hogy megéreztem, annyira pont jóra van belőve, tehát szerintem ez pont jó lesz nekem, hogy épp, hogy meg kell húznod a billentyűt, de nem erősen, de nem túl gyengén, és arra kattant el a puska, tehát nagyon-nagyon jó volt a dolog. És ugye minden egyes lövéskor fogod ezt hátra húzod, és akkor azzal a tárat egyen arrébb teszed. Tulajdonképpen gondolom én így működik, mert a pisztoly egyébként az úgy működik, hogy ott az első billentyű forgatja a tárat is. Ezt nem tudom biztosan, de meg fogom mondani a következő részben nektek, hogy ez hogy működik, hogy ez ott tud. És szerintem süssük el, mert kint vagyunk, és nincs benne semmi. Így húzzuk hátra. Felhúztuk, és akkor... Ja, mert... De, és akkor... Aha. Na, miért nem? Igen, és akkor így elsül. És a tárgyat hogy fordítja? Ezt nézzük csak mi. Na most, ha előtte sem meg kell húzni hátra, és akkor van az, hogy el tud sütni. Értem. Jó. Tanulni kell még ezt, ez nekem is nagyon újdonság az egész, srácok. Úgyhogy maga a puska nagyon-nagyon jó fogása van neki. Tényleg itt, ahogy az ember kézre tartja, tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó az, hogy ki van dolgozva. Amiről még szeretnék beszélni, az maga a céltávcső. Levesszük róla a védőket. Ugye ez egy fix 6x42-es, ugye itt is látjuk. Nem tudsz állítani rajta semmit. Itt, itt igazából itt a szemed fókuszát tudod állítani a hátsó résznél, hogy milyen közel legyen hozzád. És a nagyítás azt nem lehet állítani rajta. Ugye a tornyok azok szokásos módon le vannak burkolva. Mert egyébként van olyan távcső, ami nincs leburkolva, ez is ott tudsz állítani meleg közben is a puskán, de ezt be kell lőni egyfajta távolságra. Ugye itt vannak a beállítási lehetőségek, ugye a fölfelé, lefelé és a balra-jobbra állítása a tornyoknak. Ez általában ugye leszokott lenni így kupakolva a legtöbb távcsőnél. A komolyabbaknál általában ilyenkor is van állítási lehetőség, ott meg vannak fokolva és látszik, nincs leburkolva a torony. Ami még van rajta, ugye ez a front parallax állítási lehetőség, amint látjátok, be lehet lőni a parallaxnak a segítségét, azt adja, hogy 10 méternél együtt álljon a célkereszt, vagy 15-nél álljon együtt a célkereszt, 20-nál, 30-nál, 50-nél, 75, és egészen, hát 300 is a végtelenig lehet el parallaxot állítani, de igazából légpuskát szerintem, hát ezt a fajtát, ez 30 méter szerintem az a maxja neki. Most hagyjuk mondjuk 10 méteren a parallaxát neki. Úgyhogy ez egy ilyen dolog. Igazából ennyi, amit még meg szeretnék mutatni hozzá, ugye, hogy levesszük róla ezt a végét, és rátesszük a lőképjavítót, vagy hangdompítót, hogy a régieken ez ráhúzós volt. Tehát ráhúztad a végére, és le kellett rögzíteni két darab imbuszcsavarral, most pedig már ez tekerős, és szerintem ez sokkal, nekem ez sokkal szimpibb, hogy ezt rá kell tekerni. És akkor ugye maga a puska aztán így fog kinézni, így.